Tizedik alkalommal rendezték meg december 27-én a jótékonysági vadászatot Kápolnásnyéken. 2013 óta minden évben támogatják a megyei kórházak gyermekosztályait a vadászaton befolyt összegből, így országszerte ezúttal 21 egészségügyi intézmény gazdagodik a gyerekek professzionális ellátásához szükséges eszközökkel. 2013-ban egy ötletből Fejér megyében rendeztük meg ezt a programot először, és 6 évig megyei léptékű volt, és 2019-ben az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft-t megalapítottuk, amely szervezet kifejezetten az országos kiterjesztésért felel, és ez a nonprofit szervezet építette föl a jótékonysági vadászatot szerte az országban, hogy ezt korábban említettem, ma 38 helyszínen zajlanak már a vadászatok. Nobilis Márton, az Agrárminisztérium államtitkára a vadhús fogyasztásának fontosságára hívta fel a figyelmet köszöntő beszédében is. Egyben kiemelte, hogy a kormány számos eszközzel segíti az ágazat fejlődését, népszerűsítését. Nekünk a legfontosabb, hogy a magyar családok asztalára jó minőségű, biztonságos, elsősorban magyar élelmiszer juthasson. Na most a vad, ami ennek a legjobban megfelel, hiszen ezek az állatok azt teszik, amit az erdőben találnak, nem kapnak semmilyen egyéb kiegészítőt, így ez a legbiztonságosabb és legjobb minőségű élelmiszer Magyarországon. A nemzetközi vékifort eseményt jövőre is meg szeretnék szervezni. Idén a vadászatból befolyt összeget Fejér megyében a Székesfehérvári Szent György Kórház és a Móri Városi Kórház gyermekosztálya kapja. Sokan már most megválnak idei karácsonyfájuktól Fehérváron, a vízkeresztet sem várják meg. Éppen ezért a depónia segít a fenyőfák elszállításában városszerte. A szolgáltató közlése alapján a tömbházas övezetben egész januárban, míg a családi házas övezetekben január 1. és 3. hetében lehet a kommunális hulladék mellé helyezni a kidobásra ítélt fákat. A depónia kéri, hogy a gyűjtőedények mellé úgy kerüljenek ki a fák, hogy az se a gyalogos, se a jármű forgalmat ne zavarja. Ugyancsak fontos, hogy a kidobásra ítélt karácsonyfákat minden díszítő elemtől szabadítsák meg, mert a későbbi hasznosítást, valamint a begyűjtést akadályozza az idegen anyag. A depónia.hu oldalon egyébként már elérhető a jövő évi hulladéknaptár, amely tartalmazza a depóniához tartozó további településeken a fenyőfák elszállításának időpontjait is. Az elhunyt tűzoltóbajtársak emlékére gyújtott gyertyát karácsony másnapján a Perpétum Nemzetközi Speciális Mentők Alapítvány. A Bélaúti temetőben idén felszentelt emléktáblánál gyertyával és szaloncukorral emlékeztek az önkéntesek. Mi minden éven az alapítvány eljövünk a elhunyt bajtársainknak a sírhelyéhez, mindig szoktunk hozni egy szaloncukrot, egy kis karácsonyfát, és hogy most ezt ugye megfordítottuk, mert már olyan sokan vannak a temetőben, eltemetnek kollégák, hogy egyszerűen nem bírjuk, tehát nincs idő arra, hogy bejárjuk mindenkinek a sírját, és ezért csináltunk egy központi emlékhelyet, ahol minden éven, majd itt karácsonykor lerújjuk a hálánkat. A Perpétum Alapítvány kutatómentő szervezetként műszaki mentésben, tűzoltásban, segélyek eljuttatásában tölt be szerepet. Az alapítvány idén készítetett emléktáblát az elhunyt tűzoltóbajtársak emlékére, így bárki, aki szeretne az elhunyt tűzoltókra emlékezni, egy helyen megteheti.